Szeptember 1-én kezdetét vette a 2021-es tanév a Thököly Imre két tanítási nyelvű általános iskolában is. Az iskolakezdésről és az oktatási intézményeket érintő járványügyi protokollról Erdély Gyulával, az intézmény vezetőjével beszélgettünk. Véget ért a nyári vakáció, szeptember 1-én országszerte becsengettek a köznevelési intézményekben. A koronavírus járvány miatt fokozódott óvintézkedések mellett, de hagyományos formában kezdődött meg a tanítás az iskolákban. Az iskolák járványügyi protokollt kaptak. A szülőktől pedig azt kérik, hogy a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, továbbá gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják a szüleiknek, tanáraiknak. Erdélyi Gyulával, a Thököly iskola intézményvezetőjével az iskola kezdésről beszélgettünk, illetve arról, hogy miben lesz másabb ez a tanév, mint az eddigiek. Az az igazság, hogy a múlt évvégi tapasztalatokkal indulva a tanévnek azért egy picit most ez másabb volt, mint ha most így hirtelen ugye ez kezdődne, mint ami március 16-án kezdődött. Már a június végén, illetve augusztusban készültünk arra, hogy ha normál tanrendszerint fogunk üzemelni, akkor lehetőleg teremtsük be mindazokat a feltételeket, amelyek arra alkalmasak, hogy ide a gyerekeket tudjuk fogadni, és itt tudjuk végezni a munkánkat. Na most, ez ugye két oldal. Az egyik oldal maga a járványhelyzet. Ugye látjuk, hogy a járvány az elmúlt két hét alatt ugye az megugrott. Ennek ellenére mi a protokollhoz tartva magunkat, amit megkaptunk a minisztériumból, illetve a tankerülettől. Mi ezt rendeztük teljes mértékben, az eszközeink rendelkezésre állnak. Szerencsére nekünk saját takarítóink vannak, tehát nem külső cég. Rendelkezésre állnak a feltöltő eszközök, sőt ugye van egy ózon generátorunk, amit a városról kaptunk a tavasszal. Mi ezeket tudjuk használni a munkánk során. Tehát az, úgy látom, hogy ezzel mi tudtuk azokat az elvárásokat teljesíteni, amelyeket egyébként a irányító hatóság kitűzött elénk. A másik része az a oktatásnak a indítása. Teljesen természetes, hogy a norma oktatással indultunk mi is, készültünk. Hát azért már ugye a tanévnyitóról már látszott, hogy ugye külön alsó és a felső, tehát ugye itt már azért a távolságtartás és sok minden másról ugye szokni kellett ilyen nagy tömbbe, hiszen ugye nekünk az a egyik nagy gondunk, bocsánat, tehát ez a gond, ez egy nagyon jó gond, elnézést így mondom, mert ugye mi 470 gyerekkel vagyunk aránylag kis alapterülő intézményben, és nagyon nehéz a távolságot tartani, de igyekszünk különböző dolgokat úgy csúsztatni, hogy minél kevesebbet tanálkozzanak a gyerekek. Ez egyik, az egyik legnagyobb gond nekünk az étkeztetés. Az étkeztetésnél igyekszünk megoldani, hogy ne egyszerre legyen tele a 130 fős ebédlőnk, ezt szervezéssel lassan most már megoldjuk. Ez nekünk az egyik legnagyobb gondunk, szerintem kell még egy-két hét, amíg ezt a gyerekek is be is tudatosul, hogy ezt másképp kell csinálni. Maga az oktatással, megmondom őszintén, hogy nekünk nem okozott problémát a úgynevezett digitális oktatásról átállás márciusban. Mi ezzel rendben voltunk az indulásra, de az eddigi tapasztalatok alapján mi tudatosan készültünk és készülünk arra a kollégákkal, és a gyerekekkel is, és most a szülőkkel is, hogyha véletlenül elrendeli az ANTS vagy a operatív törzs a digitális oktatást, akkor minden zöggenőnélkül egyik pillanatban mások át lehessen állni. Ezért egy a tavaszitól picit eltérő, de ugyanakkor egy rendkívül biztonságos a Microsoft Teams alkalmazást használja minden pedagógus, minden osztályban, minden tantárgynál. Tehát most már nincsen szabadon választott gyakorlat, mindenki ezt végzi. Ezt gyakoroljuk, a gyerekeknek meg tudjuk mutatni, sőt, az elmúlt két hétben az érdeklődő szülőknek esténként, amikor már nincsen gyerek, bent a számítógépes teremben meg tudjuk mutatni, hogy hogyan tudnak segíteni otthon a gyerekeknek a számítógép előtt, hogyan tudnak belépni, jelszavukat hogyan tudják kezelni a tanulóknak. Tehát igyekszünk olyan helyzetet teremteni, hogy ne legyen gond, ha véletlenül tényleg megint magukra maradnak a szülők a gyerekekkel.
Igyekszünk ezt a platformot úgy a mi házunk táján rendbe tenni, hogy ez eredményes legyen, és a lehetőséghez képest azért tudjon segítséget nyújtani. Nem egyszerű a dolog. Ugye ennek a metódusát nekünk is tanulni kell. Most dolgozzuk ki a metodikáját annak, hogy egyáltalán digitális oktatás terén most már tapasztalatok alapján mi az, amire vigyázni kell, mi az, amire felvívjuk a figyelmet, tanulónak, szülőnek, nevelőnek egyaránt. Ami nem egyszerű dolog, ugye az a járványügyi előírásoknak való megfelelés, és most itt nem a takarításra gondolok, hanem a személyes kapcsolattartásra, kontaktra, ugyanis ugye mi az első perctől kezdve nem engedjük be a szülőket az iskolába. Ez nekem egy elég nagy szívfájdalma, mert ugye mi már több mint egy másfél évtizede deklaráltan családbarát iskola vagyunk, na most ugye az iskola család nélkül ugye elég keveset él, és ugye ahhoz nagyon lényeges a szülőnek a jelenléte és a bejövetel az, hogy egyáltalán a dolgokat mi tudjuk rendelni. A szülőknek az öme megértette ezt, kivételt tettünk most egy hónapig az első szülőknek, akik a kapun bejöhetnek, de csak a bejárati ajtóig hozzák az első gyereket, hiszen az elsős, hát ugye az még néha keresi a helyét, hogy mi, de most már egyébként nagyon ügyesek, tehát ez nem okoz egyébként most már szerencsére problémát. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyik nem szerencsések, de annak érdekében meg kell tenni, hogy szolgalmi időbe és felnőtt ne jön be. Teljesen természetes, hogyha valami intézni valami, akkor engedéllyel külön beléphet, maszkkal, tehát a megfelelő, na most a maszk használat. Én nem fogok belemenni most különböző dolgokból, hogy ki, minek, miért, hogy mind használja a maszkot. Nálunk az előírásoknak megfelelően a közösségi térbe, tehát az előtérbe, a folyosókon, a szünetbe mindenki, tehát a pedagógus és a gyerek is, felsős gyerek, tehát ötödiktől kezdve használja a maszkot, amely mikor jön, már kiért a szünetbe az udvarról, leveheti. Ugyanígy lehetőség van a tanítás órán, aki akarja, fönt hagyja a maszkot, aki nem, az leveheti. Ez most, ugye ez a járványhelyzet súlyosságától függően lehet, hogy ezen változhat, vagy fog ez változni, nagyon bízunk benne, hogy azért ez így viselhető, hiszen elég macerás egy különösen, hát hogyha pláne meg egy alsósnak kellene, ugye 8 órán keresztül, fél 8-tól itt van délután 4 óráig, hát azt hagyd nem mondjam, tehát azért az tényleg durva. Nincs, különösebb gondom nincs. Az, hogy elfelejt, ahogy én szoktam mondani, kabintanilag ugye nem hozza magával maszkot, van maszkunk egyébként, tudunk adni, bár eléggé szigorúan vesszük, de azt gondolom, hogy ilyen jellegű problémánk egyébként nincsen. Az iskolában szoktak lenni iskolán kívüli elfoglaltságok a tanulóknak, akár külső, akár belső szolgáltatókkal, és az iskolai versenyek. Mi vonatkozik ebben a fél évben ezekre? Hát ugye a harmadik szintér az a tanításon kívüli időszaknak, vagy időnek ugye az eltöltése. Hát ez sajnos ez csorbul. Ugye most függesztettük fel az iskolai sport foglalkozásoknak, tehát nem a testnevelés órán, hanem a tanítás utáni időszak, ugye az edzéseket és a szakköröknek a munkáját, ez egyébként egy központi kérés volt, hiszen itt nagyon nehéz megakadályozni, hogy személyes kapcsolatba kerüljön egy gyerek a másikkal, ha bár ugye ezek egy osztályba való gyerekek, de hát akkor is azért lehetőleg ezt kerülni kell, tehát ez nincsen. Versenyekkel kapcsolatosan hasonlóképpen esetlegesen házi verseny az nagyon szőr mentén, de azt gondolom évfolyam szinten lehet, de egyébként ezt is toljuk. Illetve ugye nincsen sajnos úszásoktatás, ez egy fél évig ért, vagy évig most ez nem lesz. Ez is végülis egy érthető dolog. Tehát azért van ennek hátültője rendesen ennek a járványhelyzetnek, de azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél jobban jöjjünk ebből, ezeket meg kell lépni és be kell tartanunk, mert mégis gondolom, nekünk azért meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minimalizáljuk a fertőzésnek a veszélyt. Nem rajtunk múlik egyébként zömmel, tehát én most nem gondolom azt, hogy hú, hogy egy keresztbe fekszek a vírusnak, aztán ide be nem jön, nem. Viszont mindent megteszünk annak érdekében, a mi eszközeinkkel, saját eszközeinkkel, hogy minél később, én azt mondom kollégáknak, hogy minél később következik, és tényleg normális üzemmódban tudunk működni, akkor ezből különösebb gond nem lesz.
Iskolai kirándulások vagy csoportkirándulások az első fél évben várhatóak-e? Nem. Nem. A kirándulásokat eleve úgy terveztetjük, nekünk egyébként is megvan egy meghatározott idősávunk májusban a kompetenciamérés idején, amikor ugye a 6.-8. évfolyam kompetenciamérést végez. Tehát ilyenkor mennek az alsósok, és ilyenkor mennek a felsős többi osztályok, akik nem írják kirándulni, tehát ennek még van ideje. Ezt eléggé nagy feltételekkel tervezik az osztályok. Nagyon bízom benne egyébként, hogy akkor talán ez már úgy visszaszorulóban lesz, vagy már legalábbis látjuk a végét. Azt gondolom, hogy ezek az első dolgok, amiket nem lehet megcsinálni, eléggé, hogy ne legyen probléma. Hiszen idegen környezetben mennek, idegen helyre, itt azért otthonról eljön ide, ez azért mégis úgy azért egy belátható terület, tehát itt a fertőtlenítés, kiírozás minden adva van, minden nap, minden órában felmosnak a takarítók, minden kilincset, minden becsengedés után letörülne, tehát amit lehet, mi megteszünk, tehát ugye ez járvány. Szeptemberrel országosan megnőtt a fertőzések száma, sőt a városunkban is tapasztalható a növekedés. Volt esetleg valami félelem, aggodalom a szülők, esetleg a gyermekek részéről a tanévet megkezdését illetően? Hát megmondom őszintén, én ilyen közvéleménykutatást nem végeztem, hogy ki aggódik meg, ki nem, most ezt komolyan gondolom. Tehát nem éreztünk ilyet. A tanévnyitó majdnem teljesen normális körülmények között zajlott. Ugye itt az volt, hogy sajnos, hogy a harmadik negyedik szülő kint állt a kapunk kívül, csak az első szülőket, hiszen hogy itt van egy megszokott trend, hogy az elsősök részére, meg a másodikos szereplő gyerekeknek a szülei jöttek, hogy nézzék már meg, ugye, hogy a műsort mikor előadják. Tehát a felnőttek most száma rendkívül le volt csökkentve. De nem éreztem, legalábbis érte, nem hallottam ilyet. Hát ugye a szóbeszédre meg nem sok minden adni való van. Mi azt gondoljuk, hogy amit hivatalosan értesítést kapunk, mi azzal dolgozunk. Egyébként hallomásból, tehát vannak hallomások, de hivatalosan, tehát nálunk gyerekről nem tudok egyébként, hogy fertőzött, hogy valami lenne. Azt tudjuk, hogy 2-3 tanulnál vannak esetleg kontaktkutatások, de ennyi. Tehát az, hogy ő most mi, vagy ki, vagy mert semmit nem tudunk. Szeptember 1-jel ismét gyermekzsivaj töltötte be az iskolát. Milyen a gyermekeknek újra közösségben lenni, és milyen a tanároknak újra személyesen tanítani? Milyen érzés volt? Bocsánat, azt mondom, hogy Pepsi-ezés, akkor majdnem igaz, ez nem a reklám helye. Azért egy egészen más kategória, mint amikor itt online ugye elmondjuk a dolgokat, meg ugye digitálisan most akkor vagy látja, vagy nem. Tehát ugye ez egy roppant furcsa dolog, hiszen mi ugye ebben nőttünk fel, még nem volt sose. Tehát erre még példa nem volt egyébként a elmúlt évtizedek során. Én sem emlékszem, szoktam mondani, hogy a száj és körönfájás 62-63-ban megmostuk a kezünket, aztán túl volt tárgya, ahol rendben van, meg a tejet ugye fel kell forralni, pont. Na most végül is nem ez a lényege. Az tény is, hogy a gyerekek azok nagyon ültek, tehát ugye azért az nem semmi, amikor azt mondja, hogy a nyáron, nyár végén a gyerek, hogy hú, alig várom, hogy iskolába jöjjek. Na ez azért már valamit mutat. Mert ugye ennek az ellenkezőjük, hogy már megint ne. Tehát a gyereknek ugye ez a milliójük. Ahogy szoktam mondani, hogy ennyire szép nekünk az elmúlt 35 évben nem volt az iskolába a fű, hiszen sajnos ugye március 16-ot ezen gyerekláb nem taposott. És még mindig egyébként, hogy úgy mondjam, tényleg szép zöld, de ez az igaz, amikor már félig ki van taposva, és hogy itt a focikaput ugye használják, de ez már azért az már mutatja, hogy tényleg használva van. Én azt gondolom, hogy mindenki örült neki, hiszen ez azt jelenti, hogy azért a gondok ellenére is tudunk haladni. Hát reméljük, hogy azért nem lesz olyan nagy zökkenő, mint tavasszal volt. Az elsősök is érted, szembe szól. Thank you.